A porosodás eléggé nagy probléma tud lenni a számítógépeknél és a konzoloknál. Nemrégiben egy kedves néző megkeresett, hogy mennyiért is takarítanám ki a hangos PS4 Slim konzolját, és végül is megegyeztünk abban, hogy én ezt ingyen megcsinálom, viszont cserébe egy videót szeretnék készíteni a folyamatról. Nos, nézzük is azt a videót. Ha frissen telepítettél Windows rendszert, de még hátra van az aktiválást, akkor most remek áron tudod beszerezni a Windows 10-et és 11-et a CD Cases webshopjában. Csak kiválasztod az adott rendszert, és beütöd a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod a fizetés módját, én a PayPal-t ajánlom általában, de bankkártyával is tudsz. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok írni a gépházon belül a frissítés aktiválás menüpontban, és így aktiváltátok is a rendszert. Linket találtok mindenhez a leírásban. Mindenek előtt jöjjön egy közlemény. Szeretnék ebből az egész dologból egy videósorozatot indítani, úgyhogy ha van nagyon koszos PC-d, vagy esetleg konzolod, és felajánlanád ezt egy takarításra, úgyhogy videó készül róla, és ez neked nem probléma, akkor azt jelezd a lenti e-mail címen. Ezt teljes mértékben díjmentesen fogom megcsinálni egy-két héten belül, annyi, hogy az oda-vissza utaztatása a ti költségetek lesz. Na de folytassuk is a videót a mai PS4-ünkkel. Túl sok információt nem kaptam róla, elvileg nagyon hangos, és nem volt takarítva valószínűleg már egy ideje, vagy lehet, hogy még soha. Be is futott hozzám egy legós dobozban, és kicsomagolva csak a konzolt találtam. Szomorúan tapasztaltam, hogy nincs hozzá se a tápkábel, se kontroller, és még semmiféle játék sem volt hozzá. Ezeket majd mellékeljétek, a konzolt küldtök nekem, mert játék nélkül nem tudom sajnos tesztelni, hogy terhelés alatt milyen hangereje van magának a hűtésnek. Ez elengedhetetlen a teszthez. Végül is a kábel kérdést megoldottam egy PS5 tápkábellel, kompatibilis ezzel a PS4-je is, hála az égnek, és megnéztem, hogy egyáltalán működik a konzol, mielőtt még bármihez nekifognék. Nos, a konzol rendben működött, képet adott. Igazából nagy hangereje nem is volt, de hát nyilván a kezdőképernyőnél, mikor alaphelyzetben van, nem is lesz annyira hangos, úgyhogy ezt nem vettem alapul, és hozzáfogtam az egész dologhoz. Na de végül is mit kaptam pontosan? Ez konkrétan egy PS4 Slim konzol, amiből volt már nálam egy pár darab, és ezek alapból nem szoktak hangosak lenni. Régebben volt egy FAT modellem, ami sűvített, mint a háborodás, de egy gyors takarításot meg is oldotta az egészet, pasztázni nem kellett, meglátjuk, hogy itt mire van szükség. A mai videóban végül is nem pusztán egy külső takarítást fogok végezni, teljesen szétszedem a konzol darabjaira, közben együtt átnézzük, milyen részekből is áll, és mennyire rossz a helyzet odabent. Kap egy újrapasztázást és egy teljes portalitást, de kezdjünk is hozzá. Végül is ránézésre annyira nem volt vészes a konzol, karcok nincsenek rajta, és pornak sincs nyoma, legalábbis a látható helyeken. Látszik, hogy ezt a konzolt törölgették, és a legjobb tudásuk szerint azért próbálták karban tartani. Ha körbenézzük, vannak poros részek, főleg itt jobb belőle ez a rész, valószínűleg itt van a ventilátor, ami beszívja a levegőt. Itt eléggé poros, és azért is alapozok erre, mert itt van egy kis íve a háznak, ami a másik oldal nincs, úgyhogy valószínűleg a ventilátornak van ez kialakítva. A levegőt megforgatva távozik oldalt és hátul a szellőző nyílásokon, valószínűleg még hátul keresztül is fújja a tápon, de ez csak egy tipp, majd a szétszedésnél meglátjuk. Most körbe is törölhetném ezt az egészet, de azzal nem sokra mennénk, úgyhogy szedjük szét, és majd a végén kap egy hatalmas törlést. Az egész dolgot a fedlappal kezdtem, ez egy határozott mozdulattal lepattanom úgy a helyéről, nem is kell csavarokat kitekelni, és be is igazolódott, amit sejtettem, itt van elől a ventilátor jobb oldalt, balra a meghajtó, és hátul a tápegység. Láthatjátok, hogy van egy pár csavarunk. Ezeknek a leszedéséhez szükségünk lesz egyrészt egy sima egyes méretű keresztszónyos csavarhúzóra és egy 8-as méretű tamper, vagyis biztonsági torszfejre. Ennek végül is egy bütyök van a közepén, így a sima torszfej nem fog belemenni. Ennek egyértelmű oka van, nem akarják, hogy házibarkás céllal megbontsátok a konzolt. Itt amúgy halkan megjegyezném, hogy sikerült nekem sima torszal amúgy kitekernem, annyi, hogy egy kicsit nagyobb nyomást kell helyezni a csavarhúzóra, és ugyanúgy ki lehet vele tekerni a tamper torszot is. Miután ezzel megvagyunk, a tápegység már félig meddig amúgy ki is jön, de még nem tudjuk kiszedni teljes mértékben. Ezt hagyjuk is hátra, és folytassuk az első résszel. Itt a csavarokon kívül még pici műanyag gubicsok is vannak, amik lefogatják ezt a fém részt, ezt sajnos egytől egyig le kell vágnunk. Erre a célra persze teljesen jó egy tapétavágó, és én is ilyet használtam végig, ha ezzel megvagyunk, le is jön a fémborítás. Hát igen, mondanom sem kell, a fedlap mellett a por jelentős része itt telepszik meg. A hűtőbord a rostélyain és a ventilátoron. Van itt belőle bőven már egy szőnyegi egyesült a porréteg, és egyben végül is lehúzható. Ami itt még érdekes, hogy milyen keskeny bordánk van az egész konzolra, durva, hogy ez így is le tudja hűteni kellőképpen. Na de folytassuk azzal, hogy megtakarítjuk kompletten itt ezt a részt.
Ezzel a résszel meg is vagyunk, az eredmény gyönyörű lett, a zaj nagy részét igazából így ki is ütöttük, de azért nézzük még tovább a dolgokat. Következőnek az alsó burkolatot fogjuk levenni, és ennek a levételéhez hátul ki kell tekernünk a kis rejtett csavart. Ez szintén a már említett 8-as torszfejre lesz szükségünk. Persze mondanom sem kell a garanciának, így lőttek is, de sajnos muszáj ezt megtennünk egy mély takarításhoz. Most következik a tárolónak az eltávolítása. A PSD szímekben még hagyományos laptop Winchester van, hogy hozzáférjünk ehhez, a konzol hátsó oldalán találunk egy kis L-alakú műanyag takarót, ezt simán le kell pattintani, és egy csavar kitekerése után kiúszhatjuk végül is a kis füllel a tárolónkat. Por ezen is volt, de ez korán sem akkora probléma, egy gyors tisztítás, és meg is vagyunk. Most következhet az alsó lapja a konzolnak. Hátul csak fel kell pattintanunk, és előrefele le tudjuk húzni. Por persze ezen is volt, mármint magán a lapon, de a konzolon még a wifi résznél, és főleg a ventilátor résznél találtunk rengeteg port. Itt egy komplett kis ökoszisztéma alakult ki, már-már szőnyeget alkottak a kis poratkák. Miután az összes elemet itt meg tudtam nevezni a periódusos rendszerből, ezt is letakarítottam, és következhetett a tápegység. Ezeket végül is csak pár kis csavar tartotta, ezeket, ha kitekerjük itt alul, felül ki is emelhetjük kompletten a tápegységet. Csak egy tápkábelt kell lecsatlakoztatnunk, és ennyi, kész is vagyunk. Ahogy sejtettem, ezen a ventilátor keresztül fúj, úgyhogy itt is találtunk végül is kis porgócokat, ezeket is megtakarítottam. De most térjünk vissza a konzol aljához. Itt minden kábelt le kell csatlakoztatnunk, és különös óvatossággal kell eljárnunk. Ezek a kis lapkábelek nagyon könnyen tudnak szakadni. Miután ezzel megvagyunk, kb. 30 darab csavart kell kitekernünk, hogy le tudjuk venni ezt a fémburkolatot, kezdjünk is hozzá. Most, hogy ezzel készen vagyunk, leemelhetjük az alsó kis lapot, van itt is por rendesen persze, úgyhogy gyorsan ezt takarítsuk meg. Most az alsó lefogatót fogjuk kitekerni, ha ezzel is megvagyunk, kiemelhetjük az egész logikai lapot. Végül is ez a szíve és lelke a PS4-nek, és meglepően kicsi. Találunk itt egy kis BIOS elemet, ami amúgy Mitsubishi márkájú, úgyhogy a japán vonal teljes mértékben megmaradt. Középen találjuk meg a processzor és a GPU chipet, ami egybe van integrálva természetesen. Ezen láthatjátok, hogy minimális elporlat hűtőpaszta maradt csak. Végül is ez is ugyanúgy nagy szerepet tud játszani konzolnak a hangerejében, úgyhogy ezt is takarítsuk meg, és pasztázzuk újra. El is értem a fő célt, a konzol ki van takarítva és újra van pasztázva. Nincs is más dolgunk, mint vissza összeállítani az egész konzolt, beleértve azt a 30 darab csavart is. Kezdjünk is hozzá. Konzollal készen vagyunk, és a végeredmény gyönyörű lett. Gyorsan persze ránéztem, hogy működik-e rendben, és ezzel nem volt semmi gond, de a hangját ugye nem tudtam tesztelni. Remélem majd a tulajdonos ad egy visszajelzést nekem, hogy végül is hogy sikerült. Szerintem értékeljük is a PS4 Slimnek a szerelhetőségét. Azt kell, hogy mondjam, egyáltalán nem vészes. Én úgy, hogy az egész dolgot rögzítettem, ami nagy mértékben megnehezíti amúgy ezt a szerelést, úgy tartott nekem kb. Másfél óráig az egész szétszerelés, takarítás, pasztázás és újra vissza összerakás. Ó, és itt persze megjegyezném, hogy még sose szedtem szét ilyen konzolt. A csavarok végül is könnyen adták magukat, annyi, hogy rengeteg volt belőlük, és persze nem egyféle volt mind, így ajánlott szépen elkülönítve rendezni az összeset. A porosodás, ha bár jelentős volt, korán sem mondanám tragikusnak. Találkoztam már olyan gamer PC-kkel, ahol nagyon botrányos volt a helyzet, ez egy ilyen közepes koszolódás volt. Az eredménnyel teljes mértékben elégedett vagyok, és mehet is vissza a konzol a jogos tulajdonosának. Na de maradt is a kérdés, látnátok még ilyen videókat más konzollal, vagy esetleg gamer PC-vel? Ha igen, akkor ezt jelezzétek nekem egy lájkkal. A hűtőpasztához és a konzolhoz találtok linket a leírásban, és ha támogatnátok ezt a kezdeményezést, csak nyomjátok be a feliratkozás gombot. Ahogy mindig a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok! A csatorna fő támogatója a 4kshop.hu.